Ezekre a utasításokra, amikről most lesz szó, ritkábban van szükség a mindennapi statisztikai, adatelemzési munka során, de talán azért pár percet érdemes szállni rá, hogy beszéljünk ezekről a kérdésekről. Az első, amit úgy hívtam, hogy az adattípusok tesztelése, hogy lehet eldönteni azt, hogy egy bizonyos változónak mi a típusa. Azért, hogy legyen, mit nézdünk, ezért gyártsunk néhány változót. Legyen egy egész számunk, ugye ellen jelölte vagy egész, legyen egy valós számunk, 2,3, legyen egy szövegünk, alma, legyen egy logikai típusú adatunk, mondjuk true. Mindegyiket ctrl Enterrel létrehoztam. Hogyan tudjuk leellenőrizni, hogy egy bizonyos változó egy bizonyos adattípusba tartozik-e? A válasz az, hogy van négy darab, négy adattípusnak megfelel, van négy darab függvényünk, mindig úgy kezdjük, hogy íz. pont, és utána be kell írni azt az adattípust, amire tesztelni akarunk, tehát el akarjuk dönteni, hogy olyan típusú-e. Például logikai-e. íz. logical. Ugye angol az, hogy logikai a, innen jön az elnevezés. Nézzük a szövegre, mit kapunk, megnyugtató módon, ugye alul lehet látni megnyugtató módon uh, false. De ha a logikait magát kérdezzük meg, ugye, amit most az a neve, mint azt a választ, amit úgy hívtunk, hogy uh, logikai, akkor merhetjük remélni azt, hogy arra viszont egy trút kapunk. Természetesen, ha viszont azt kérdezem meg, hogy iszpont uh, uh, karakter, ugye karakternek hívja az erre a szöveget, a logikaira, bocsát, logikai, elírtam, arra false kapunk, ha megkérdezem az egész számra, akkor arra szintén false kapunk, de ha megkérdezem a szövegre, akkor arra merem előtt trút fogunk kapni, volna. Ennyit kell tudni, is, pont, és a négy változó neve, ugye integer, double, character és logical. Na most egy apró zárójeles megjegyzés emlegettem többször, de azt is emlegettem, ez egy picit zűrös, hogy a, az R a két számtípust azt néha ilyen összevont néven e, numerikusnak hívja, numerik. Igen, létezik is.numeric, ennek megfelelően ne használjátok. Azért nem mondta, ezt is mondta, hogy a numerikus egy kicsit zűrösen viselkedik az erben, az nem az, vagy nem feltétlenül az, amire az ember gondolna, tehát a két típus valamelyike, úgyhogy egyszerűbb és biztonságosabb, ha az ember a négy alaptípus saját ellenőrző függvényét használja. Ezekre nem túl sűrűn van szükség, talán inkább csak akkor, ha az ember majd például fejleszt saját függvényeket, és, és fel kell készülni arra, hogy ellenőrzik el, hogy egy megkapott adat az milyen típus ott jól jön, de egyébként a szokásos adatelemzői munkában nem nagyon szokott előfordulni. Ami viszont előszokott inkább fordulni, az a konvertálás, hogy át kell alakítani egyik adattípusról a másikra. Na most a válasz, vagy a helyzet a következő, erre is van négy darab függvényünk a négy adattípusnak megfelelően, amik úgy kezdnek, hogy ez pont, ugye az angolul a ként, ez pont, és utána az az adattípus, amire konvertálni akarunk. Tehát ha azt mondom, hogy ez pont karakter, az azt jelenti, hogy a megadott dolgot az átkonvertálja szövegé. Na most, itt egy picit óvatosnak kell lenni, mert az, arról tudni kell, hogy mi konvertálható mivé. Például a 23 mint egész szám átkonvertálható szövegé? Nézzük meg! Ellenőrizzük le, mit kaptunk, minden további nélkül működik. Vigyázat, amit most kiírt, az nem a 23 mint szám, honnan látjátok? Onnan látjátok, hogy idézőjelek között van. Ez számára egy szöveg. A kettes karakter és a hármas karakter egymás, utányiból, egymás utányából álló string. Tehát vigyázzatok, nem a 23 szám. Tudjuk-e karakterre konvertálni a valós számot, a 2,3-et? Nézzük meg, minden további nélkül vigyázat, ez a 2.3 karakterekből álló string tudjuk-e karakteré konvertálni. Ezt inkább csak a teljesség kedvéért mutatom meg a szöveget, ugye ez nem egy valós konverzió, mert ez eleve is szöveg természetesen lefut. Tudjuk-e karakteré, tehát szövegé konvertálni a logikait, nézzük meg, mi történik. Lefuttatom, működik. Vigyázat, ez sem a true, mint logika, a nagy T, nagy R, er, nagy U, nagy E ből álló karakter string, vagy karakterfüzér. De, mielőtt az ember lelkesedése megjön, és akkor azt gondolja, hogy hát minden konverzió működik. Nem, csak az értelemszerű konverziók működnek. Mert ha például megpróbálom átalakítani mondjuk egész számmá száma azt, hogy alma, akkor elég csúnya dolgok történnek. Megjelent a, az NA e, hiányzó adat és adott egy, egy figyelmeztetőt, egy warningot, hogy itt valami nem stimmelt. E, de vigyázat, de vigyázat, az erre az ilyenben e, megint itt is az, hogy intelligens, csak ugye itt akkor óvatosnak is kell mert az sem lehet, hogy ebből most megjegyzitek tanulságként azt, hogy szöveget nem lehet egész számá alakítani. Ez sem igaz. Ugyanis nézzetek ki, de most ne azt a szöveget, hogy alma, hanem azt, hogy három, kettő, ez egy szöveg, zöldel van kírva, idézelek között, mert ez egy szöveg, ezt próbáljuk integerre alakítani, és mi történik? Vidáman lefut, és megkaptuk a 32-t, mint egész számot. Tehát magyarul nem lehet megjegyezni a szanussákként, hogy szöveget nem lehet számmal vagy egész számmal alakítani, akkor lehet, ha az értelemszerűen megoldható. A, na most a, ez, ez mondjuk nem volt olyan rettenetesen meglepő, de ami például, a, ha nem is olyan meglepő, de nem feltétlenül található kiránézésre, hogy mi történik akkor, ha mondjuk a trút nekiállok konvertálni. Vajon azt engedi-e? A válasz az, hogy igen engedi, átkonvertálható számmá, és az fontos konvenció, aminek a megjelenését látjátok lent is, a true az egyé konvertálódik, a false az nullává konvertálódik. Ebből, amit most megnéztük, meg az ember végig kísérletezi még a lehetőséget, akkor az a kép fog lejönni neki teljesen helyesen, hogy egy erős sorrend van a konverzióban, ami nagyjából az, hogy karakter-double integer logikai. Amiatt azt értem, hogy a karakterré minden átkonvertálható, bármilyen adattípus, de fordítva nem feltétlenül. És hasonlóan a logikai az átkonvertálható egészbe is, valósba is, és karakterbe is, de visszafelé már nem feltétlenül. Na most a konverziókról azt kell tudni, hogy az a formája, amit itt láttok, tehát az ez pont, az ilyen explicit konverziók, ez megint ritkábban kerülhet elő, talán erre néha az egy szükséged, de ritkábban. Ami viszont fontos az az, hogy egy halom esetben az R ezt beépítettem megcsinálja. Úgyhogy nekem jelölnöm sem kell, hogy én itt a konvertálni akarok típust, és mégis a háttérben automatikusan lefut. Megint kétélű fegyver, mert furcsa lehet, hogy ö, ránézésre hibás utasítások lefutnak, de kényelmes, mert akkor futnak le, ha az R tervező úgy gondolták, és azért jól végig van gondolva, hogy ez a hibás utasítás az valójában ami értelemszerű dolgot jelent. Ö, elég sokat ö, körbe magyaráztam, inkább mutatok egy példát, ami megvilágítja ezt a dolgot. Elvileg, szigorú szemmel nézve, ez egy szintaktikai hibás dolog. Hát összeadok két dolgot, aminek az egyik oldalán egy számszerű adat van, ugye vigyázat nem egész szám, hanem valós, nem raktam az elbetűt, ezt valósnak is, de mindesetre egy szám, a jobb oldalán egy logikai. Hát két különböző adattípus, nyilván nem lehet őket összeadni. Ctrl Enter, és mit látunk? Azt, hogy minden további nélkül össze lehet adni, még csak warningot, még csak figyelmeztetésem adott, nem hogy hibát. Mi történt? Hát a kapott válaszból, tehát a négyet kaptunk, abból is láthatjátok, hogy mi történt. Érzékelte, hogy két különböző adattípus van, megnézte az erősorrendet, látta, hogy a logikai az átkonvertálható számba, fordítva nem, de a logikai átkonvertálható számba, úgyhogy ezt meg is tette, a true-t átkonvertálta számba, ugyebár az egy, azt pont láttuk is, és végre a 3 plusz 1 összeadás pedig gond nélkül végrehajtotta. Tehát ez egy tipikus példa, megint sokadikén tipikus példa az R-trehányságára, ami, ahogy mondtam, lehet előny is, meg hátrány is. Más programnyelv lehet elképzelhető, könnyen, hogy ez ellen tiltakozna, az R vidáman végrehajtja. De újra mondom, ami itt történt, az egy ilyen ez-pont típusú konverzió volt, csak nem nektek kellett előírni, hanem az R megcsinálta, de ettől még a háttérben annak le kellett futnia. Ezzel azért gyakrabban lehet találkozni, és erre azért oda kell figyelni.